Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes ez a ma esti találkozó. Pontosan 99 évvel ezelőtt szakítottak bennünket szét, de úgy látom, hogy ez a webkonferencia arra is jó, hogy legalább így virtuálisan együtt legyünk. Jó estét Európa, jó estét Amerika, jó estét Ausztrália. A ma esti témánk a szájlégzés és következményei. Erről fogunk ma egy fantasztikus összefoglalót hallani, és megelőlegezem azt, hogy fantasztikus összefoglaló, hiszen láttam az előkészületeket, és elmondhatom kedves hallgatóinknak, hogy egy nagyon érdekes és nagyon komplex jelenségről fogunk hallani ma. A betegségeink kialakulásának alapvető módjaival fogjuk kezdeni, hiszen a szájlégzés, mint olyan, nem egy konkrét konfliktusnak a következménye, bár remélem, hogy önök most szájtátva fogják hallgatni. Dr. Budai László Károlyt, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeutát. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a rendkívüli napon. És mivel a szájlégzés az nem egy érzelmi megrázkódtatás következménye, kivéve, hogyha ugye tátva marad a szánk, mert valami olyat látunk, vagy olyat hallunk, azon kívül ez gyakorlatilag egy rossz szokás. De, mint azt a germán gyógytudomány hallgatói már tudják, a germán gyógytudományban nem tartoznak bele azok a történetek, amelyek a fizikai tényezők világába tartoznak, tehát a toxikus világunk hatásai, az, ahogyan táplálkozunk, a balesetek, a mérgezések, vagy éppenséggel, hát az orvosi műhibák se tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. A germán gyógytudomány tárgykörébe azok a biológiai konfliktusok tartoznak, amelyek a váratlan, meglepetésszerű érzelmek hatására, mint szervi válasz alakul ki az agy közvetítésével a szervezetünkben, és ez addig marad fent, míg érzelmileg meg nem oldjuk a konfliktusainkat. Igen, nem, de van egy harmadik tényezője és a betegségek kialakulásának, ezek pedig az önsorsrontó hiedelmeink, azáltal, ahogyan önmagunkra, a világunkra gondolunk, amíg nem vagyunk hajlandóak felülvizsgálni a tanult ismereteinket, tévhitekben, tabukban hiszünk, és különböző titkok miatt nem vagyunk őszinték sem önmagunkhoz, sem másokhoz. Ennél a pontnál álljunk meg egy picit. Mit jelent az, hogy önsorsrontó hiedelmeink? Hány és hány olyan kijelentésünk van életünk során, amelyek korlátoznak, megbénítanak bennünket bizonyos helyzetekben? Gondoljunk csak arra, hogy szegény embert még az ág is húzza című szólásunkban mennyi olyan önmagunk sorsát rontó meggyőződést tudunk beletenni, hogy gyakorlatilag már nem ismerünk sem a szerencsében, sem a következetesen elvégzett munka sikerében gondolkodni. És igen, itt vannak azok a szokásaink is, amelyek akár rossz szokásokként is jelen lehetnek az életünkbe. Ide besorolhatjuk a szerfogyasztást, hány és hány embertársunk él valamilyen szer segítségével, lehet az alkohol, kábítószer, vagy bármilyen gyógyhatású készítmény, amit túlzásba adagolva szednek. Nagyon érdekes az, ahogyan önmagunkra és a világunkra gondolunk. Hogyan gondolok önmagamra, hogyan látom a saját életem működését, hogyan próbálom az életem irányítani, milyen döntéseket hozok, és a döntéseim mögött milyenek a meggyőződéseim, mert a meggyőződéseim irányítják a gondolataimat, a döntéseimet. És igen, a tanult ismeretek, mindaz a tudásanyag, ami bennünk van, akár tapasztalati úton szerzett, akár elméleti síkon megszerzett tapasztalat, az honnan ered, és milyen céllal van jelen az életünkben. Itt vannak a tévhiteink, amelyeket mi úgy gondolunk, hogy azért vannak, mert hogy ezek igazak, de logikai alapjuk például nincsen. Azok a tabuk, amikről nem merünk, nem szabad beszélni, vagy itt vannak a családi titkok, amiket azt hiszem, hogy nem kell ecsetelnem. A biológiánk az evolúciós útvonalát nem fejezte be akkor, amikor megjelent az ember. Én hiszek abban, hogy az evolúció ebben a pillanatban is
éppen most velünk és általunk mutatja meg, hogy hogyan és merre tartunk. Nagyon érdekes az, hogy az ismereteink szerint mennyire félremagyarázunk bizonyos dolgokat. Charles Darwin például soha nem mondta azt, hogy a nagyobb, az erősebb legyőzi a kicsit. Ez persze esetenként így lehet. Charles Darwin azt fejtette ki, hogy az evolúció a folyamatos alkalmazkodás kérdése. De mi az, hogy alkalmazkodás, adaptáció? Hogy az adott körülményekre akár pozitívak, akár kellemetlen helyzeteket is jelentsen ez, ezekre a helyzetekre, szituációkra adott olyan válasz, amely által az egyén megtanult egy új életet támogató viselkedést. De az életet támogató viselkedést csak és kizárólag akkor tudom megmutatni, hogyha van bennem egy egészséges életvágy. Ha szeretem az életemet annyira, hogy képes vagyok erőmön felül is akár szembenézni a rám leselkedő veszélyre vagy kellemetlen helyzetre. És ugye itt vannak a tanult ismereteink, mert mindig úgy gondolunk magunkra, mint egy kicsi tehetetlen lényre, aki bizonyos fizikai, külső tényezők hatására megbetegszik, vagy valamilyen genetikai program teljesül, és néha a saját felelősségünk elől futunk akkor, amikor ismereteinket csak erre a tényezőre próbáljuk szűkíteni. Hogy mit tudunk magunkról, hogy mit gondolunk magunkról, hogy kik vagyunk mi és merre tartunk, mi az életcélunk, az nagyon érdekes, és nagyon fontos lenne tisztában lenni, hogy mi személyesen mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk és maradjunk. Itt van az alapvető kérdés, hogy egészségesek legyünk és maradjunk, akkor tudnunk kell, hogy melyek azok a tényezők, amelyek megbetegítenek, és melyek azok, amelyektől meggyógyulhatunk. Tehát mit kellene tennünk azért, hogy az egészségünk megmaradjon. És vannak nagyon egyszerű technikák, amire oda kellene figyelni, és ez egy egyszerű, amiről ma lesz szó, hogy csukjuk be a szánkat és az orrunkhoz szoszogjunk. Annyira banális, de annyi kellemetlen következménye van, hogy ez egy külön előadás témája volt még a Fülorgége szakon, amikor egyetemre jártam, de annyira logikusak a következmények, amelyek fellépnek egy ilyen rossz szokás miatt, hogy a rossz szokások is ide nem csak az önsorsontó hiedelmek, hanem a rossz szokások is képesek ugye befolyásolni az egészségünket. De mivel germán gyógytudomány a webkonferencia profilja, ezért átnézzük röviden az öt biológiai természettörvényt, második lépésben a szájlégzést és következményeit, és a végén összefoglaljuk azt is, hogyha azok a tünetek, amelyeket a szájlégzés következtében tapasztalunk meg, megjelennek, de nem szájlégző az illető, hogy akkor az adott tünetek mögött milyen lelki problémákat kell megoldanunk. A germán gyógytudományról most tényleg röviden dr. Rike Gerd Hámer személyével kezdjük, hiszen neki köszönhetjük az öt biológiai természettörvénynek az ismeretét. Az ő élete tragédiája vezette rá arra, hogy azt az öt biológiai törvényt felismerje és leírja az emberiség számára. A fia elvesztése, halála indította el 2 hónapon belül Hammer doktornál a heredaganatot, és akkor gondolkodott el rajta, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő fia elvesztése és a kialakult heredaganata között. És mindezt első lépésben 200 beteg újra kikérdezésével, vizsgálatával igazolta, és bejelentette 1981-ben a rák vastörvényét. Ugye akkor még nem tudta, hogy további 4 törvényt is föl fog fedezni, ezért egyszerűen csak a rák vastörvényének nevezte akkor ezt a törvényt, és amint ugye később kiderült, ez az egyes számú, az első biológiai természettörvény volt,
1981 óta tudjuk, hogy a daganatos folyamatoknak a hátterében mindig egy fel nem oldott, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatást kell keresni, ami váratlanul meglepetésszerűen jött az életünkbe. És ilyenek mindig fognak érkezni, nem vagyunk védve attól, nincs oltás az ellen, hogy ilyen meglepetésszerű történetek ne érhessenek minket, de ebből csak akkor lesz, és csak is akkor lesz egy szervi válasz, ha ezt magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusba. Ilyenkor a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindítja a szervi szintű elváltozást. És ugyanakkor a körülmények is rögzülnek, amit Hammer doktor síneknek nevezett, vagyis a körülmények alatt mindazt, amit láttunk, szagoltunk, tapintottunk, ízleltünk, emésztettünk, tehát minden érzékszervünk részéről rögzítve lesz az adott eseményhez kötődő információ, és ezután, ha ezekből a darabokból valami megérkezik az életünkbe, akkor újra elindul konfliktus nélkül az értelmes biológiai különprogram. És ez itt a lényeg, mert ez lesz az alapja az összes krónikus betegségnek. Nagyon lényeges kérdés az is, hogy minden ember számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát kérem szépen, nem az számít, hogy kivel mi történt, hanem az számít, hogy kinek mi volt a megélése ezzel kapcsolatosan. És most erre külön nem akarok kitérni, hiszen az öt biológiai természettörvényben erre részletesen kitértem, de ez egy nagyon lényeges kérdés, amiből már is következik az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen csak ő tudja elmondani a megélését, nem a környezete, nem a házastársa, nem az anyukája, nem a gyermeke, nem az ismerőse, nem a barátja fogja elmondani, hanem csak is maga a beteg. Tehát ezért kérem szépen, nagyon fontos, hogy a beteg maga közölje mindazt, amit megélt, hiszen már a szóhasználatában benne van az, hogy ő milyen konfliktusként élte meg azt az adott történetet, amit lehet, hogy nagyon sokan láttak vele együtt. Az első biológiai természettörvény után röviddel Hammer doktor a második természettörvényt is felfedezi, és ebben leírja, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram, EBK, két szakaszban zajlik, egy konfliktus aktív és egy megoldást követő szakaszban. Itt látjuk a grafikus ábrázolását ennek a történetnek, amit Hammeri iránytűnek is nevezünk. A DHS, a fiáról elnevezett pillanat, Dirk-Hammer szindróma, ami tehát magában foglalja az első biológiai természettörvényt, itt látjuk az első függőleges vonalon, az időtengelyen, ami a vízszintes vonal. Tehát abban a pillanatban, amikor váratlan meglepetésszerű történetként egy olyan érzelmi megrázkódtatás ért minket, amitől tátva maradt a szánk, amiután nem tudtunk megszólalni, nem volt kinek elmondanom, magamban éltem meg, és ahogy mondani szokták, megrázott, mint Isten a vargát. Nos, ez a történet, ameddig én benne ragadok, ameddig én érzelmileg nem tudom túltenni magamat, addig konfliktus aktív szakaszban maradok. Ne feledjük, hogy már a DHS pillanatában az én megélésemnek megfelelően a biológiám már is ad egy biológiai választ, egy biológiai segítséget arra, hogy biológiailag a túlélésünk biztosítva legyen. Tehát amit érzelmileg én nem tudok megoldani, már is jön a biológiai testem, és megfelelő, hát általa biztosítható dolgokkal ezt megpróbálja megoldani. A KM a konfliktus megoldásának pillanatát jelenti, itt lesz vége a konfliktus aktív szakasznak, és beindul a megoldás követő szakasz, ahol már nem a stressz tüneteit fogjuk élvezni,
hanem a gyógyulás tüneteitől fogunk, hát hogy is mondjam, kicsit szenvedni. Ugyanis az első lépésben gyulladásos tünetek jelentkeznek. Ez az exudatív fázis annyit jelent, hogy folyadék áramlik be a gyógyuló szövetekbe és az agyi központba is, ezért fejfájásunk is lesz. A gyulladás tüneteit mindenki ismeri, a pirosság, ha felszínen van a gyulladás, a duzzanat, a fájdalom, a melegség vagy láz, és a működés visszafogottsága, ez mind-mind az eddigi megélésünk szerint ez mind betegséget jelent. Valójában ezek a tünetek azért jelennek, mert éppen helyre teszi a biológiai testünk mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban elkövetett azért, hogy túléljünk. Tehát már az első lépésben beindult egy túlélési program, amikor ezt leállítottuk, akkor jön ennek a rendbetétele. A következő rész a megoldást követő fázisban az epileptoid krízis, amiben a legintenzívebb tüneteket fogjuk megélni, és itt lesznek a komplikációk, mint tüdőembólia, mélyvénás trombózis, gyomorvérzés, agyvérzés, szívinfarktus, szívmegállás, stb. Ebben a részben az agyi központból az ödéma kiürül, megszűnik a fejfájás, a szöveti szintekből is az adott helyekről a víz kipréselődik, tehát több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyi folyadékot megittunk, és jön még egy mély zuhanás, amikor már a hangulatom jó, amikor az étvágyam is jó, de végtelenül gyengének érzem magam. Ezt az extrém fáradtságot, ha nem tudjuk, hogy a hegesedési fázis jellemzője, akkor képesek vagyunk itt hát lemondani a további küzdelemről, és frekvenciát váltani. Képesek vagyunk innentől újabb konfliktusokat elindítani, újabb félelmeket megélni, és aztán a biológiánkat teljesen lemeríteni. Amit az Hammer doktor többször is hangoztatta, a daganatos beteg nem a daganatába hal bele, hanem a pálmi félelembe, hisz annyi programot indít el, hogy a biológiája ettől teljesen lemerül. De ha tudom, hogy hogyan zajlik le két szakaszban ez az értelmes biológiai különprogram, akkor már nem történhet ez meg, akkor nyugodtan megvárom, hogy a biológián helyre tegye önmagát. Nyilvánvaló, hogy a tünetek hevessége a megoldásban attól függ, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív szakaszban. Ezért kellene betartani azt a régi tanítást, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Mert ha minden napot lezárnánk békével, szeretettel, megbocsátással, empátiával, elengedéssel, akkor nem tudnának ezek a biológiai programok ilyen heves tüneteket, életveszélyes állapotokat létrehozni. A helyzet az, hogy mindig a pillanatban létezünk. Mint minden vadállat kint az erdőben, mi is mindig a pillanatban vagyunk. A vadállatnak minden pillanatban el kell döntenie azt, hogy üss vagy fuss. Nekünk nincsenek ilyen problémáink, viszont az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között, ezért ebben a pillanatban is megbetegít az, amit nem tudok feloldani magamban egy napja, 10 napja, 1 éve, 10 éve. Az még mindig ebben a pillanatban is engem fog megbetegíteni. De az is, hogyha most félek attól, hogy ja Istenem, mi lesz velem. Ezek a jövőbe kivetített félelmeink, mert a biológiánk mindig a pillanatra reagál. És tehát, ha a pillanatban mi az örömöt élnénk meg, és nem a félelmet, ha bizalom vezetné az életünket, és nem a félelem, akkor bizony meg se tudnánk betegedni. Akkor, ha meg sem oldom a konfliktusomat, akkor vagy szöveti elváltozás, vagy működésváltozás fog fölépni a szervezetemben. Akkor, amikor nem érzelmileg oldottam fel a konfliktusomat, akkor a sinek gondoskodnak róla, hogy a program újra meg újra elinduljon újabb konfliktusok nélkül. Amint látjuk, ebben az esetben a konfliktusok, illetve a sinek ritkán
tág időközökben érkeznek. Van ideje kifutni a programnak minden esetben elejétől végig. Ezek lesznek a visszatérő, recidiváló betegségek, amit mi a ciklikus lefolyása miatt policiklikus lefolyásnak nevezünk. És ez lesz az, ami mondjuk ősszel és tavasszal okoz csak problémát valakinek. De, hogyha a sinek túl gyakran érkeznek, és megszakítja a megoldásnak a görbéjét, amit látjuk, mindig egy-egy rövid sínre kerülés megszakítja a megoldás görbéjét, akkor bizony a gyulladásos folyamatok maradnak. A germánygyógytudomány tudományos alapját az embriológia adja meg, hiszen a betegségek kialakulásának megértése az egyetfejlődés ismeretében rejlik. Ez egy nagyon lényeges rajz, amit itt látunk, hiszen látjuk, hogy minden sejtünk, minden szövetünk a három csiralemezből származik, és ez meghatározza, hogy egy életen át hogyan fognak ezek működni. Látjuk a sárga, narancs és piros színnel jelölve a három csiralemezt, és ez a csiralemezeknek a származékaiból lesznek a megfelelő sejtjeink, és a megfelelő sejteket ugye mindig ugyanaz az idegi központ irányítja. Itt látjuk a jobb alsó sarokban az agytörzset, ami a legfontosabb életfeltételek biztosítását irányítja, és ugye az életfeltételekhez szükséges a levegő, a táplálék, a víz, a hang és a fény. Ezeknek a megszerzése, megkapása falatkonfliktusokat jelentenek számunkra, ezeket meg kell kapjuk ahhoz, hogy egyáltalán élni tudjunk. Itt Hammer doktor a tápcsatornát szimbolizálja ezzel a szájnyílástól végbélnyílásig terjedő bélszakasszal. Ami lényeges tehát, hogy itt a sejtek konfliktus aktív szakaszban mindig szaporodnak, és a megoldási szakaszban fogjuk a feleslegessé vált sejteket lebontani. A narancssárga színnel jelzett középső csiralemezből a sejtjeinket két csoportba osztjuk, régi mezoderma és új mezoderma sejtek. A régi mezoderma sejteket a kisagy, az új mezoderma sejteket pedig a nagyagy fehér állományához tartozó relék irányítják. A kisagy az összes vélt vagy valós támadást rögzíti, illetve a gondozási konfliktust, vagyis amikor túlzásba visszük az aggódást, és a megfelelő szerveken ő is szövetszaporítást indít be. Ezek lesznek az írha szövetei, illetve a hashártya, mellhártya és szívburok. A fehér állományhoz tartozó szövetek előbb sorvadnak, és utána fognak visszaépülni, hiszen a fehér állomány az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket, félelmeinket rögzíti. Az önleértékelés tehát önpusztítást jelent, és épp ezért a konfliktus aktív szakaszban sorvadás indul, majd a megoldási szakaszra indul be a lebontott sejtek visszaépítése, hiszen a biológiai értelem az, hogy a lebontott sejtek helyére erősebbet építsünk, mert ez fogja biztosítani a túlélésünket. A mozgással kapcsolatos sejtek, szövetek azok, amelyek itt érintettek, tehát azért van itt a csontrendszer ábrázolva, mert ez adja minden mozdulatnak az alapját, tehát ez lesz az egyik szövet, a másik a csontokat összekötő ízületek, inak, a harmadik a csontokat elmozdító izmok, a negyedik az izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokerek, és az ötödik szövet, ami az önleértékelés előbb sorvad, aztán visszaépül, az a kötőszövet, vagyis zsírszövet, ahonnan a plusz energiát kapjuk a mozdulathoz. Az önleértékelés témája meghatározza, hogy testünknek melyik részét kezdjük el sorvasztani. A
az önleértékelés erőssége pedig meghatározza, hogy az adott testrészen milyen szöveteket fogunk sorvasztani a felsorolt öt szövet közül. Piros színnel a külső csíralemezt ábrázolta Hammer doktor, és a külső csíralemezből származó sejteket az agykéreg fogja irányítani, itt is először sejtszintű bontás, majd visszaépítés lesz. A piros baba az elválasztási konfliktusokat ábrázolja, az elválasztás azt jelenti, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni egy élőlénytől. Mindig élőlényhez kötődik az elválasztási konfliktus, ez lehet ember, de lehet állat, kedvenc, házi kedvenc is. Az elválasztási konfliktusokon kívül az agykéreg a birtok konfliktusokban is először sejteket sorvaszt, majd épít vissza, ugyanakkor az agykéreg vezérli azokat a túlélő programokat, amelyek nem a sejtek számával, hanem a sejtek működésével foglalkozik. Tehát a funkcióváltozás, a működésváltozás is az agykéreg által irányított programok közé tartozik, és ugyanakkor innen indulnak ki az akaratlagos mozgások, ide érkeznek érzékszerveink minden információi, és az agyunk fogja ezt érzetté feldolgozni. Ide érkezik a jövőből érkező félelem a homloklebenybe, a múltból érkező félelem a nyakszirti lebenybe. Mindezekről részletes előadások tekinthetők meg a weblapon. Maradjunk még ennél a fóliánál egy picit, kereszt. Szeretném összegezni. Hát, ha én sem értem elég jól, én ugye a naív laikus hallgatót képviselem, és szeretném, hogyha az általam megértetteket jóvá hagynád, vagy csiszolnál ezen az ismereten. Tehát a megtermékenyítés után valamikor elkezd osztódni ez a megtermékenyített petesejt, akkor jön a három csíralemez, ekkor alakul ki. Igen. A belső csíralemez az az endoderma, a törzsirányítással haladt konfliktusokkal foglalkozik. A középső csíralemez az az mezoderma, ami kisagy és fehérállomány irányítottságú. Így van. Ez a bemocskoltság, támadás, illetve az önleértékelési konfliktusok szintere. Így van. Ezek a konfliktus típusok, igen. Igen. Amelyek megbetegítenek úgymond minket. A külső csíralemez, vagyis ektoderma pedig az elválasztási konfliktusok, a birtokkonfliktusokra reagálnak, ennek az agyi központja az agykéregben van. Igen, és tehát itt van. Itt vannak a működésváltozások, a sejtek számával való, ha szabad mondanom úgy, hogy játék az endoderma és mezoderma, tehát a falat konfliktusoknál, illetve a bemocskoltság támadásnál sejtet szaporítunk. Így van. Konfliktus aktív szakaszban, megoldásban bontjuk le, igen. És az önleértékelési konfliktusoknál változik a helyzet, ott már sejtet bontunk, igen. Konfliktus aktív szakaszban, és megoldásban visszaépítjük, ugyanígy a külső csíralemeznél, illetve az elválasztási konfliktusoknál, és mondtad azt is, hogy működésváltozás is az elválasztási konfliktusokat is tartalmazó ektodermális csíralemezhez kötődik. Igen, tehát a pirosban van az elválasztás, birtok, igen. És tehát a működésváltozás, igen. Is az agykéreg vezérli, ahol már nem sejtek bontása vagy építése van, hanem konfliktus aktív szakaszban a funkciónak a gátlása, és a megoldási szakaszban pedig a funkció helyreállítása. Ennek köszönhető, hogy például bénulásból vagy cukorbetegségből is meg lehet gyógyulni. Nagyon szépen köszönöm és az összefoglalót. Azért én köszönöm az összefoglalót, és pont erről ezt ábrázolja ez a következő ábra, ami szintén a harmadik biológiai természettörvényről szól.
hiszen kiderült, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, ugye van nem működnek, azt úgy hívjuk, hogy holttest. A sejteknek a szaporításával indult túlélő programok konfliktusaktív szakaszban, a megoldási szakaszban a sejtek számának helyreállítását fogja maga után vonni, tehát a felesleges sejteket le kell bontani, mert egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen. Ha pedig sorvasztottuk a sejteket, mint ahogy mondtad, önleértékelés, elválasztás, birtokkonfliktus, akkor ezeket vissza fogjuk építeni a megoldási szakaszban. Tehát nem nagy, hogy mondjam, nagyon egyszerűen vagyunk felépítve, mert csak ez a kétféle dolog történhet, és a harmadik a működésváltozás. Azt még el tudom képzelni, hogy valamit, amit elsorvasztottunk, visszaépítünk, de például a sárga színnel jelzett falat konfliktusoknál, ahol előbb sejteket szaporítunk fel, azt mivel bontjuk el? Hát erre fog választ adni számunkra a negyedik biológiai természettörvény, mert Hamel doktor rámutatta arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok a mi legnagyobb segítőink. És még egyszer kiemelném, hogy a bennünk élő, és nem a külvilágban levő, esetleg nem is a biológiai fegyverekként előállított mesterséges tényezők azok, amelyek ide tartoznának. A bennünk élő gombáknak az a feladata, hogy a belső csiralemezhez kötött szövetek sejtszaporulatát elbontsa a megoldási szakaszban. Már a konfliktus aktív szakaszban beindul a gombák szaporodása is, hiszen a hideg tünetekhez nagyon jó körülményt biztosítanak. És a megoldás pillanatára pont annyi lesz a szervezetünkben, amennyire szükségünk van a megoldásban. Ugyanígy vannak a mikobaktériumok, vagy TBC baktériumok az ősi mezodermális sejtek esetén, ugye, ami kisagy által vezérel. A mezoderma és a ektoderma esetében először, új mezoderma és ektoderma esetében először a sejtszintű sorvasztás indul le, de a megoldásban segítkeznek a baktériumok, illetve ektodermánál a vírusok a sejtek visszaépítésében. Ez bizonyítja, hogy ha elakad a gyógyulás egy ektodermális programban, például egy EPE programban, akkor a hepatitis vírusok kimutathatók lesznek. Ha elakad a gyógyulás egy mély nyálkahártya, egy mély száj nyálkahártya programban, akkor a humán papilloma vírus kimutatható lesz. De nem ők okozzák a betegséget, hanem ők segítenének abban, hogy minden helyreálljon. És erről a negyedik biológiai törvényről részletesen a Lyme-kór esetében már beszéltem. Tudnunk kell, hogy ha viszont nincsenek meg ezek a megfelelő segítők a szervezetünkben, mert már antibiotikumokkal elintéztük őket, akkor bizony az úgynevezett immunrendszer, vagyis ami természetesen bennünk van, csak a medicina kinevezte immunrendszernek, hát elindul a második védekező rendszer, hogy lebontsa mindazt, ami feleslegben áll a rendelkezésre, és ezért lesznek kimutathatóak immunológiailag bizonyos reakciók és bizonyos sejtek. Az ötödik törvény az, ami felteszi Hamel doktor munkásságára a koronát, a quintessencia, a megértés, a lényeg megértésének törvénye, mert minden, ami él, az élni akar. És akár a vadon élő állatokról beszélünk, akár a ketrecbe zárt háziállatokról beszélünk, vagy akár az emberről, mint biológiai lényről beszélünk, mindegyiknek egyetlen célja van, a túlélés és ezen belül a faj fenntartása. Nos, ha minden a túlélésről és a faj fenntartásról szól, akkor viszont nem beszélhetünk ismeretlen, rosszindulatú vagy gyógyíthatatlan betegségekről, és az évmilliók során működő
biológiai programok nagyon, de nagyon tökéletesen ki vannak dolgozva, hiszen, mint már említettem, a DHS pillanatában már a megfelelő értelmes biológiai különprogram fog elindulni, annak függvényében, hogy mi volt az én megélésem. Viszont a vadállatok nem ragadnak benne a konfliktusba. A következő pillanatban is azzal foglalkoznak, hogy táplálkozzanak és túléljenek, tehát a tegnap történt dolgok őket nem fogja megérinteni. Viszont azok a helyek, ahol ők életveszélybe kerültek, ez számukra simként figyelmeztető jelként mindig megjelennek, és oda többet nem teszik a lábukat. Tehát ők ösztönösen kerülik a sineket. De mi emberi lények képesek vagyunk a félelmeinket feloldani, képesek vagyunk félelmek nélkül élni, és így a sinek, illetve, hát hogy is mondjam, a pályaudvarok, amik a fejünkben vannak, már nem fognak újabb és újabb krónikus betegségeket elindítani. Visszahozom az első fóliát, hogy mindenki számára világossá tegyük, hogy most a B pontról beszéltünk, a biológiai konfliktusokról, azt, ahogyan mi egy váratlan esemény során feldolgozzuk, vagy nem dolgozzuk fel érzelmileg mindazt, ami történt velünk. Mert ha nem dolgozzuk föl, ha benne ragadunk a konfliktusban, akkor ugye az agy közvetítésével szervi válaszokat fogunk kapni. Vannak fizikai tényezők, ahogyan táplálkozunk, amilyen vizet iszunk, a balesetek, a mérgezések, a sugárzások, a orvosi műhibák, ezek mind fizikai tényezők, nem lelki tényezők. Persze meg kell említeni, hogy mondjuk egy balesetnek is vannak következmény konfliktusai, sőt, egy orvosi vizitnek is vannak következmény konfliktusai, és annak kapcsán a diagnózis sok miatt elindítunk újabb és újabb biológiai programokat, ezeket fogják aztán áttéteknek nevezni a mai medicinában. És az önsorsrontó hiedelmeink azok, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy egyáltalán elgondolkodjunk azon, hogy mit tudunk mi tenni az egészségünk megőrzése véget, és azok a dolgok, amelyek diétákról, esztelen diétákról szólnak, különbséget kell tenni diéta és diéta közt, ugye, de az esztelen diéták azok tényleg meg tudnak minket betegíteni. A diéták különben nagyon jó programok ahhoz, hogy tényleg egy szerv szintű tisztítást a szervezetünkben végrehajtsunk, illetve helyreállítsunk olyan dolgokat, amit esetleg egy extrém időszak, mondjuk az újévi időszak után ugye rendbe kell tenni a szervezetünkben. De, mint mondtam, a szájlégzés az pontosan arról szól, hogy nem önsorsrontó hiedelmeink vannak, hanem egyszerűen csak rossz szokásaink. Persze van, akinek felhívom a figyelmét, hogy jó lenne, ha csukott szájjal az orrán keresztül szuszogna, és ezt se hajlandó elfogadni, pedig megmutatom, hogy mi minden lesz abból, ha nem vagyunk hajlandóak az orrunkon szuszogni. Ugye állandó orrcsorgás és krákogás az egyik, ami leggyakoribb tünet ebben az esetben, ez itt megjelenik, hiszen nem tud elpárologni az orrunkban állandóan termelődő nedvesség, aminek a feladata az lenne, hogy a belélegzett levegőt párássá és meleggé tegye. Tehát nem ott megy be a levegő, hanem a szánkon, attól még az a pára, ez ott termelődni fog, ne feledjük el, hogy pislogással is a könnyünk ugye az orrunkban fog kikötni, és az is a belélegzett levegővel kéne elpárologjon. Na most minden, ami él, az szereti a langyosat és a meleget, és ami nem, ahol nincs áramlás, ott elszaporodnak az élőlények, ezt látjuk a tócsákban is, ugye kint a természetben, és ez történik meg az ormandulat gyulladása kapcsán is, hiszen azok a
bennünk jelenlevő mikroorganizmusok, amelyeknek hogy mondjam, a szaporodásokhoz a szájlégzés egy külön plusz feltételt biztosít, elszaporodnak, és az ormandula gyulladását fogják okozni, ugyanis az ormandulában nyirok, mint nyirokszerv, a megfelelő, hát nyirok sejtek túltengéséhez a nyirok mirigy is túl fog tengeni, tehát beindul egy sejt szintű szaporodás, pontosan azért, hogy a megfelelő számra vissza tudja csökkenteni a szervezetünk az elszaporodott, bennünk lévő hát mikroorganizmusokat. Az orrmelléküregek gyulladása is egyértelmű lesz, hiszen, és az orrsövény ferdülés, mert az orrmelléküregek nem szellőznek. Az orrmelléküregeket úgy tekintsük, mint mindenről képeket fogok mutatni. Tehát az orrmelléküregekben is a belélegzett, az orron át beszívott levegőből egy rész bejut az melléküregekbe, és mondjam úgy, hogy körbejárja az üregeket, de ez elmarad, amikor már a szájüregen szuszogunk, és az orrmelléküregeknek ezáltal a nedvesség páratartalma nem tud elpárologni, és beindul az orrmelléküreg nyálkahártyájának a gyulladása. Az orrsövény ferdülés az már konkrétan a szájlégzés következménye. Képekkel fogom ezt elmondani. De nem csak az orrmelléküregek, hanem a fülkürt is bedugul a gyulladás következtében, elzáródik, és ez már ebből már jön is a középfül gyulladás. Megváltozik a fogsor íve, V alakú fogsor lesz, a patkó alakú fogsor helyett, megváltozik a szájpadnak is az alakja, az is V alakú, vagyis mondjam úgy, hogy A alakú lesz a boltív helyett. Megváltozik az étvágy, hiszen az ételeknek az illatát már nem érezzük, csak az ízét, mert ugye a nyelvünkkel fogjuk csak az ételeket, mondjam úgy, hogy azonosítani, és az édes, a savanyú, a keserű és a sós között természetesen, hogy az édeset fogjuk választani. Nyugtalan lesz az alvás is, mert az alvás közben hátraeső nyelv megzavarja az alvásunkat, a rendfázisokat. Ez azt jelenti, hogy nappal már figyelemzavarunk lesz. Ezért nem fog tudni a gyerek figyelni az iskolában. Hát az arckifejezés megváltozása az egyértelmű. Aki tátika, tátott szájon szuszog, hát annak egy kicsit mondjam úgy, hogy bamba lesz az arckifejezése. És még a testtartásra is kihat az egész szájlégzés. Előre esnek a vállak, domború lesz a hát, ezt fogjuk hanyagtartásnak nevezni. Tehát ez így hirtelen, hihetetlen, de egy kicsit belemegyünk a részletekbe. Itt látjuk ugye az orrmandulának a helyét, a kurzort rögtön oda viszem. Tehát azért fog ez az orrmandula itt megduzzadni, mert ha szánkon szuszogunk, akkor a nyelvcsap felcsapódik ide, elzárja az orr és a légcső között, garat, az orr, a garat és légcső közötti járatot, mert ugye a szánkon keresztül megy be a levegő. És ezért lesz az, hogy az itt összegyülemlő pára kedvező körülményt ad az amúgy normálisan is jelenlévő hát mikroorganizmusok számára, és csupán reakcióként az orrmandula túltengése fog létrejönni. Szegény, megboldogult fülörgéget professzorom a szájlégző gyerekeknek az orrmanduláit egyetlen mozdulattal szedte ki, tehát hozták a nővérek a gyerekeket az ölükbe, kinyitotta a szájukat egy lapoccal, benyúlt és egyszerűen csak kivette. Akkor a fantasztikus gyakorlattal rendelkező
kolléga volt. Aztán a keresztmetszeti képben azért látjuk itt a szájpad mandulákat is, meg a nyelv alatti mandulát is, és hát az állandó orrsorgás miatt a gyereknek vehetjük a papírzsebkendőt. De mi lesz az, ami kialakítja a szájlégzést? Hát itt látjuk, ugye a gyereknél ugye a cumizás. Nem az a baj, hogy cumizik a gyerek, vagy szopja az ujját. Az a baj, hogy amikor elaludt, akkor is a cumi a szájában maradt. Tehát, ha a cumizó gyerek szájából kivennénk a cumit, vagy kivennénk az ujját a szájából, és alányulnánk az állának, hogy becsukódjon az kis szája, és tartanánk ott egy-két percig, hogy elkezdjen az orrán szuszogni, és stabilizálódjon az orrlégzés, akkor ez a dolog meg is oldódna. Felnőtteknél pedig a dohányzás az, ami rászoktatja az embereket a szájlégzésre. Maradjunk még egy kicsit a gyerekeknél. Hányszor, de hányszor előfordul az, hogy a gyereket próbáljuk valamivel megnyugtatni, lenyugtatni, és hát mit tudunk olyankor adni, főleg amikor a fogzás időszaka van, cumit. Akkor vagy cumit, vagy egy kenyérdarabot, vagy egy olyan hámozott répát, ami jó sokáig el tud rágódni, vannak ilyen rágható játékok, amit a gyerek kezébe adunk ilyenkor, mindenféle trükkös eszközt bevetünk. Zömében a kenyérhéj az, ami mindenképpen egy kellemes, megnyugtató érzést ad a gyereknek, íze is van, finom is, melyik gyerek nem szereti a kenyérhéjat. És ezzel gyakorlatilag a gyereknek a nevelésében beiktattunk egy svéd csavart. Mégpedig az, bármilyen kellemetlen, bármilyen kényelmetlen helyzetben vagy, tégy valamit a szádba, rágicsálj, valamit megnyugtatásodképpen étkezz, valamit egyen rág. És ugye, ez aztán felnőtt korban is megmarad. Megmarad, igen. Említetted az ujjszopást is, az még az egyik ilyen történet, de mivel állandóan csorog az óra, és tele van az óra, és mutassanak nekem, hölgyeim és uraim, egy olyan gyereket, aki szeret orrot fújni. Vagy mennyire megrémül a gyerek, amikor az orrszívó, porszívót odadugják az órához, hát ez egy rémületfélelem konfliktust indít el a gyereknél. Nyilván esetenként ezeket az eszközöket is egy agyuka kénytelen bevetni, hát, de ennek a hogyanját, mikéntjét és az eszközzel való barátkozás lehetőségét azt néha kicsit átlépjük, főleg az első gyereknél van ez a jaj, mindjárt megfull a gyerek, át, de hogy ki fogja nyitni a száját, és azon fog levegőt menni. Nem túl régen hallottam egy történetet, hogy a gyerek minden este zajjal és sírással került ágyba, ő nem akart lefeküdni, nem akart egyáltalán aludni, minden este botrány tört ki, és hát a botrány lényege az volt, hogy a gyerek attól félt, hogy megfullad, ha bedugul az óra, mert ugye ilyen párásító készüléket tettek be, a gyerek szobájába, és a gyerek azt érezte, hogy elkezd tőle csorogni az óra. Tehát érdekesek ezek a jó szándékkal, tényleg emberi odafigyelése, anyai törődéssel felszerelt eszközök, amik később a gyerekeinknek félelmet okozhatnak. Nagyon izgalmas az a dolog is, hogy ugye alapjában véve a gyerekek bizonyos időszakig mindent a szájukba tesznek, mindent ott kóstolnak, meg ott fedeznek fel. Ebben a pillanatban nagyon könnyű rászokni erre a dologra, illetve például csecsemőknél is van szájlégzés. Gondoljunk csak azokra az esetekre, amikor az anyuka mellén elalszik a gyerek,
és tátva marad a szája. Ezek az esetek ide tartoznak, ilyenkor, ha becsukjuk a baba száját, Igen, történik be kell valami? zárni a száját. Na most a csecsemő nem tud a száján szuszogni, míg szopik. Hát, Tehát nyilvánvaló, hogy csak orron tud szuszogni, amíg szopik. igen. De amikor befejezte a szopást, És elalszik. És elalszik, akkor be kéne csukni a száját. És ki kéne venni a gyerek szájából a cumit, és becsukni a száját ahhoz, hogy ne jöjjenek létre. Aztán a náthából további komplikációk, olyan, mint ormelléküregek gyulladása. Már gyerekeknél gyakran előfordul, ugye a ormelléküregek gyulladása, ha elérik azt a kort, mert még a csecsemőnek az ormelléküregei nem átjárhatóak, nehogy megijedjünk. Tehát csecsemőnek nincsen arcüreg vagy homloküreg gyulladása, nagyobb gyerekeknek van. De itt látjuk az iköbölt. És ez az iköböl, vagy iküreg, ez egy nagyon huncut dolog, mert ezt csak röntgenen fogják tudni diagnosztizálni, de ez lesz az, ami okozza a csorgást a torokba, és az állandó krákogást. Mert az iköbölnek a gyulladása tartja fent ezt az egész tünetet. Itt látjuk azt a képet, amikor benéz a fülorgégész valamelyik melléküregbe, és a duzzadt és túl burjánzott nyálkahártya képét fogja látni. Itt ugye, hát hogy mondjam, didaktikusan az orrpolipoknak a kialakulását látjuk, illetve itt is látható az iküreg, ahol a csorgásoknak a fészkét megteremthetjük, mivel egyszerűen a szájlégzéssel. Mert ugye, ha a szájunkon szuszogunk, akkor az orrunkon nem tud ennek a piros nyílnak megfelelően a levegő végig menni, és nem tud elpárologni arról a elég nagy felületről, amit az orrkagylók által hoz létre a szervezetünk, nem tud ezen a felületen átnedvesedni, és megszűrődni, felmelegedni az a levegő, ami ugye előkészítve így jutna le a légcsőbe. Most gondoljunk bele abba, hogyha szájlégzőként valaki télen leslukolja a hideg levegőt, az már fizikai ártalomként indít el az alsóbb légutakban majd egy gyulladásos folyamatot. Az orrsövény ferdülésnek látjuk itt a röntgenképét a bal oldalon. Ugye ennek egyenesnek kellene lennie, ennek az egésznek. És hogy miért alakul ez ki? Azért, mert ugye a levegő a szájon megy be, és akkor látjuk, ez a nyelv nem tapad föl a szájpadlásra. Ha valakinek csukva van a szája, nem beszél, a nyelve feltapad a szájpadlásra, és a nyál az, ami oda tapasztja. Mint két üveg közé teszünk egy kis vizet, a két üveg ugye összetapad. És ez lesz az a tapadás, ami fiziológiás, ami teljesen természetes, és képez a szájpadra egy lefele húzó erőt, mert ezzel a tapadással pihentetjük gyakorlatilag a rágóizmainkat, hogy ne esse le az állunk. Mert ez a tapadás lesz az, ami tehát az állkapcsot felragasztja, pihen a rágóizomzat, és mi a helyzet itt fizikai szinten? Az a helyzet, hogy a szájpad ahhoz van szokva, hogy ezt a súlyt ő a tapadás által megtartja. De amikor ez nem történik meg, mert ugye szájon szuszogunk, ez azt jelenti, hogy ez az erő, ami lefelé tartja, megszűnik, és elindul a szájpadlás fölfelé. Két oldalról, ha nézzük, akkor mondjuk itt a képnek az alját, ha néznénk, ugye akkor itt egy bolti fejet, egy csúcsívet találunk, és az orrsövény pedig nem jöhet ki a homlokunkon, nem tud más tenni az orrsövény, minthogy meggörbül, elhajlik, és létrejön az orrsövény ferdülés, mint következménye a szájlégzésnek. Remélem, hogy érthetően sikerült ezt elmondanom. Tehát itt fizikai tényezők azok, amelyek befolyásolják ennek az egésznek a kialakulását.
A fülpürt gyulladása azért lényeges kérdés, ugye, mert látjuk, hogy az orgaratból a fülpürtnek a nyílását itt találjuk ebben a pontban. A fülpürtnek, tehát ez egy nagyon lényeges fizikai tényező, hogy a dobhártya mögött van ugye a középfül, a középfülből elindul a fülpürt, és ez a fülpürt nyílás, ez a garatba érkezik erre, ezen a ponton. Miért lényeges ez? Azért, mert így fogjuk tudni a dobhártya két oldalán biztosítani ugyanazt a nyomást. Amikor változik a nyomás, tehát hirtelen emelkedünk, felmegyünk egy szerpentinen, akkor ugye szoktuk érezni, hogy eldugul a fülünk, de ha befogjuk az órunkat és belefújunk, akkor megnyílik ez a fülkürt nyílás, jut elegendő levegő a középfülbe, és kiegyenlítődve a nyomás, a hallásunk megint teljesen tiszta lesz, és nem csak a magas hangokat fogjuk hallani. Tehát a dobhártya két oldalán a nyomás biztosítása eképpen történik meg. De a fülkürt el tud záródni, el tud dugulni abban az esetben, ha a szájlégzők maradunk, és a fülkürtön keresztül pedig a középfülgyulladás is megtörténik, csupán fizikai problémák miatt. A fogsor ívének látjuk a V alakú kialakulását, ezeknek az embereknek van előre ugró két metszőfoga, az összes többi mögötte következik, és hát ugye úgy néz ki, mint nyuszinak a foga, a két metszőfog, az szépen előre ugrik és előre nő. Na, ez a V alakus fogsor is a szájlégzésnek a következménye, és mint mondtam, ugye az étvágy megváltozása azt jelenti, hogy az édes ételek utáni vágy az lesz számottevő. Most itt látjuk az alvás, a tátott szájjal történő alvásnak a következménye. Hát az arckifejezés megváltozása ugye a hölgynek is, a hölgyön is tapasztalható, de aki a száján szuszogva járkál az utcán, annak más az arckifejezése nyilván, mint aki csukott szájjal az órán szuszog. A nyugtalan alvás azt jelenti, hogy a nyitott szájon történő légzés következtében azért a nyelv hátra-hátra esik. Ilyenkor megzavarja magát az alvást, és a megzavart alvás az megzavarja a REM-fázisokat, vagyis a gyors szemmozgások fázisát, és fáradtabban ébrednek ezek az emberek, mint ahogy lefeküdtek, főleg, hogy ezt minden éjszaka újra meg újra eljátszák. Látjuk egy kisbaba egészségesen így alszik, csukott szájjal, szétárt karokkal és a háttán. Persze van, aki a hasán alszik, mert úgy szeret, de a lényeg az, hogy a szája csukva legyen. A nyugtalan alvás aztán figyelemzavarhoz vezet nappal, és természetesen ez baleset veszély, ha mondjuk az illető éppen sofőr, vagy gyerekeknél a figyelemzavarra sok minden diagnózist ráhúznak, és gyorsan gyógyszeres kezelést adnak valakinek, mert nem tud úgy figyelni, mint a többi. A további következmény pedig, amiről szólnom kell, még a testtartásnak a változása. Itt látjuk a baloldali képen ugye a hanyagtartást, mert ebben az esetben nyitott szájjal bárki kipróbálhatja, még ülve is, ha a száján veszi a levegőt, akkor, és tegye a kezét a hasára, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ez egy hasi légzés. Viszont ha becsukja a száját, és az orrán szív egy mély levegőt, akkor hirtelen elkezd a gerince kiegyenesedni, ezt bárki kipróbálhatja, addig, míg én beszélek. És ez egy nagyon lényeges dolog, ami ugye ki fog hatni a testtartásra, és a hanyagtartásban természetesen ez is szerepet játszik.
Nyilvánvaló, hogy a testtartásban benne van a közérzetünk, az, hogy mi a véleményünk magunkról, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, és ez már egy messzebb vezető történet. No, de ha a szájlégzés nincs, látjuk, hogy orrlégző az illető. Sőt, belenézek valakinek a szájába, már is tudom, hogy szájlégző vagy orrlégző, mint mondtam honnan, onnan, hogy a szájpad íve az boltíves, és nem csúcsíves, mint a Mátyás templom, a fogsora pedig patkó alakú, és nem V alakú. Na most az állandó orrcsorgás, ha ugye megjelenik, akkor miről van szó? Egy bűzkonfliktusról függő gyógyulásban, mert ugye konfliktus aktív szakaszban sorvasztjuk az orrnyálkahártyát, nincs tünet, csak élesebb a szaglásunk. A megoldásban jön a nátha, és marad a nátha, hogyha érzelmileg nincsen feloldva a bűzkonfliktus, és túl gyakran kerülök sínre. Az orrgarat mandula gyulladása, illetve a szájpad mandulák gyulladása is falad konfliktus megoldás követő fázisban. Az orr melléküregek gyulladása ismételten bűzkonfliktus, de itt már egy hosszantartó, erősebb bűzkonfliktusról van szó, mint egy egyszerű náthánál és tüsszentésnél. A megoldás követő fázisban találjuk meg az orrmelléküregek gyulladását, de ha itt elakad a gyógyulás és függő gyógyulásról beszélünk, akkor kérem szépen az orrnyálkahártya túltengése miatt a polipok ki fognak alakulni arcüregben, homlogüregben egyaránt. A fültkürt gyulladása és elzáródása ugye az hangfalat konfliktussal kapcsolatos, ugyanúgy a középfülgyulladás is a hangfalat konfliktus. A hangfalat, ugye, mint említettem, az épp úgy, mint a táplálék, víz, levegőfalat és fényfalat, az endodermális programokhoz tartozik. Itt nem kezességről van szó, hanem arról, hogy a jobboldali tünetek akkor jelennek meg, nagyon szeretném elkapni a falatot, és miután elkaptam a felesleges sejteket, jobb oldalról lebontom, a baloldali pedig, hogyha meg akarok szabadulni ettől a bizonyos hangfalattól. Az étvágy megváltozása az konfliktus aktív fázis, mert ugye aki konfliktus aktív fázisban van, annak nem lesz étvágya, nem fog enni, és le fog fogyni. Bármilyen konfliktusról is beszélünk, a stresszes ember nem az evéssel foglalkozik, hanem pörög az agya a fel nem oldott konfliktusán. A nyugtalan alvás is a konfliktus aktív szakaszra jellemző, mert nem tud nyugodtan aludni, és ha elalszik is, felébred az illető. Na most, ha túlhajszoltság kapcsán a figyelemzavar és a nappali elalvás az nagyon gyakori a rekesznél, illetve a sérveknél, ezt erről külön beszéltem. Az arckifejezés megváltozása az viszont ugye konstellált állapot jellemzője is lehet, ugye, ami mindig viselkedés változást jelent. Ne feledjük, hogy a mérlegek billegésének megfelelően a hangulatunk lehet mániás vagy depresszív. És ugye egy vidám, feldobott embernek más az arckifejezése, mint egy magába forduló embernek. A testtartás változása pedig önleértékelési konfliktus, az önmagammal szemben megélt, a személyiségemben megélt önleértékelési konfliktusok tartoznak ide. Ugye a nyaki szakasz az igazságtalanság, mert nekem nem adtak már megint igazat. A háti szakasz életműről szóló történet, amivel ugye megváltozik a háti szakasznak a görbülete, mert valami nem úgy történt, ahogyan én azt elképzeltem, a derekam pedig a személyiségemről szóló önleértékelésnek a helyszíne,
És ha a három egyszerre jelen van, akkor a függő gyógyulásban a Bechterev-kort is képesek leszünk létrehozni. Tehát mindezek a dolgok az orrlégzéssel is kialakulhatnak, ha érzelmi, meg nem oldott érzelmi konfliktusok állnak a hátterében. Én úgy gondolom, hogy ez az összefoglalás felhívja a figyelmet arra, hogy nem minden betegség lelki eredetű, és a germán gyógytudomány tehát azokkal a betegségekkel, vagyis azokkal az értelmes biológiai programokkal foglalkozik, amelyek egy fel nem oldott érzelmi megrázkódtatás következtében indulnak el. És kérdés, hogy hány ilyen megrázkódtatásunk van, milyen hosszú a konfliktus aktív szakasz, mert ez meghatározza, hogy mi lesz a megoldásban. Hogy egyáltalán érzelmileg oldottuk-e fel, vagy a sinek miatt visszatérő programokról beszélünk. Tehát itt teljesen más a hozzáállás ezekhez a tünetekhez. Nem attól függ, hogy ki hány éves, milyen nemű, milyen az iskolázottsága, vagy éppen milyen a testtömegindexe, hanem attól függ, hogy ezeket a konfliktusokat ő halmozza, vagy megoldja. Mert ha halmozzuk a konfliktusokat, akkor ugye a személyiségünkben is komoly változások fognak végbe menni. A fel nem oldott konfliktusok feltárásával és megoldásával megoldjuk a kiváltó okokat, ha érzelmi programokról van szó, és rájövünk arra, hogy itt egy komoly tudományról van szó, amely reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. Tehát nincs olyan benne, hogy egyeseknél így lesz, meg másoknál úgy lesz. A statisztika egy nagyon jó dolog a matematikában, a társadalomtudományban, a közgazdaságtanban, de illetve történetek feldolgozására. De nem a, tehát hogy mondjam, a germán gyógytudományban minden tünet mögött egy okot kell tisztázni és feloldani, és hogyha ezeket ugye nem fogjuk csokorba kötni, és mindenféle szindrómának elnevezni, mint Sjögren-szindróma, vagy éppen lupus erythematodes, amely több konfliktus fel nem oldásából alakuló tünet együttes, akkor rájövünk, hogy a statisztika meg az állatkísérlet az egy felesleges történet. Ha biológiailag gondolkodunk az öt biológiai természettörvény alapján, és természetesen akkor fognak ezek a dolgok megoldódni, ha érzelmileg feloldjuk a konfliktust, mert akkor eltűnnek a sinek. Ha nem érzelmileg oldjuk fel, hanem kerülgetjük a sineket, hát akkor annyit fogunk tenni, mint a vadállatok az erdőben. Mindenki eldöntheti, hogy érdemes-e egy életen át gyűlölködni, haragudni, valakivel nem beszélni, vagy egy életen át kisebb rendűségű érzésben élni. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és remélem, hogy ez a, mondjam azt, hogy rendkívüli összefoglalás és összehasonlítás, hogy mindenkinek a gondolkodását segített helyére tenni, és látni azt, hogy mikor, milyen irányból kell a tüneteket megközelíteni. Természetesen, aki a medicinában semmilyen gyakorlatot nem szerzett, mondjuk kint a terepen, és nem egy laboratóriumi orvosról beszélek, hanem aki kint a terepen volt, és ezeket a dolgokat nem tapasztalta meg, az teljesen más szempont szerint fogja az egészet értelmezni, illetve a germán gyógytudományról valamilyen véleményt is kialakítani. De szeretném a gondolkodást helyre tenni, és hogy minden dologról, minden felmerülő tünetet azért közelítsünk meg legalább a három kialakulási mód irányából,
hogy biztosan rájöjjünk arra, hogy milyen tünet mögött mit kell megoldanunk. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus összefoglalót. Azt hiszem, hogy teljesen más szemszögből látunk bizonyos dolgokat, és rájöttünk arra is, hogy a rossz szokásainknak milyen fizikai következményei lehetnek.